Hello, hello, jó napot kívánok mindenkinek! Ma megint csinálunk egy francia leckét. Babysittereknek, meg ópereknek főleg, vagy mamáknak. Szeretném kérni, hogy teregess ki. Peux-tu étendre le linge, s'il te plaît? Peux-tu étendre le linge, s'il te plaît? Peux-tu étendre le linge, s'il te plaît? Ez tulajdonképpen az lenne, hogy kiteregethetnél, légy szíves. Játsszál a testvéreiddel. Ezt tulajdonképpen franciául nem nagyon lehet mondani, mert nincs olyan szó, hogy testvéreid. Ez vagy az öcséd, vagy a nővéred, vagy a... Ilyenek nincsenek franciául, szóval van egy fiú testvér franciául, le frère, van egy lány testvér, la sœur, de attól függetlenül, hogy nagyobb vagy kisebb, mint a gyerek, akinek beszélünk, az nem jön bele a szóba, szóval fiú vagy lány. De tök mindegy, hogy nagyobb-e vagy kisebb-e, mint az a gyerek, akivel beszélünk tulajdonképpen. Szóval azt úgy kéne mondani, hogy menjél játszani a lány testvéreddel. Va jouer avec ta sœur. Va jouer avec ta sœur. Va jouer avec ta sœur. Menj játszani a fiú testvéreddel. Va jouer avec ton frère. Va jouer avec ton frère. Va jouer avec ton frère. De hogyha van és fiú és lány testvér, akkor azt is lehet mondani, hogy va jouer avec ton frère et ta sœur. Va jouer avec ton frère et ta sœur. Va jouer avec ton frère et ta sœur. Vagy avec ton frère et tes sœurs. Ton frère et tes sœurs. Amikor csak egy fiú van és több lány. Va jouer avec ton frère et tes sœurs. Vagy va jouer avec tes frères et tes sœurs. Hogyha több mint egy van. Szóval ez tényleg attól függ, hogy mennyi van, és hogy mennyivel játszik, meg ilyenek. Szóval va jouer avec tes frères et tes sœurs. Va jouer avec tes frères et tes sœurs. Vagy tes frères et ta sœur. Amikor több fiú van, és csak egy lány. Szóval ez tényleg bonyolult. Az a legjobb, hogyha azt mondjuk a gyereknek, hogy va jouer dans ta chambre. Menj játszani a szobádba. Még az a legkönnyebb. Va jouer dans ta chambre. Menjél játszani a szobádba. Va jouer dans ta chambre. Vagy va jouer dans la salle de jeu. Az azt jelenti, hogy menjél játszani a játszószobába. Va jouer dans la salle de jeu. Va jouer dans la salle de jeu. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Remélem, hogy ez segítség volt mindenkinek, aki végignézte. Majd még találkozunk. Sziasztok!